Eljött az ideje a tavaly megkezdett felújítás folytatásának. A városvezetés péntek délelőtt járta körbe az újvárosi lakótelep azon részeit, ahol a munkálatok a jövőben megkezdődnek. Csomor Csaba, önkormányzati képviselő elmondta, az idő múlásának köszönhetően a járdaszakaszok megértek a felújításra. Nem az elmúlt 10 év hozadéka ez, vagy hátrány, ez ugye 30 éve volt utoljára ez itt megépítve, és sajnos az idő az eddig bírta, úgyhogy bízok benne, hogy ebbe a negyedéves ciklusban még visszamenőlegesen, de mert most már készen lesz. A kisebb járdaszakaszokra 4 millió forintos külön keret van kiszabva. A város részéről megtörtént egy felmérés, természetesen egy ilyen helyszínbejárás, előzetes helyszínbejárás és igények felmérése. Ez táblázatban van foglalva, ez, hogyha minden igaz, akkor egy költségbecslés tartozik, és ez a költségbecslés alapján készül majd el, azért van itt a kommunális igazgató, egy konkrét árajánlat, és azután kezdődhet a munka, hogy a költségvetés pénzt hozzárendeljük, az úgynevezett infrastruktúrális alapból lesz ez finanszírozva. A felújított szakaszok közé tartozik az Oltvány utca, a Varsa utca, a Csónak utca és a Duna utca is. A járdák renoválása az elkövetkezendő 3 hónapban veszi kezdetét, és a tervek szerint őszre fejezik be a munkát.